Sziasztok! Szeretnénk nektek megmutatni egy-két dolgot, amit a teljes szűkített arpeggióval tudtok csinálni. Aki már ismeri ezt az arpeggiót, annak nem kell bemutatni, hogy mondjuk egy harmonikus, mollos környezetbe, vagy free dominás, amire tudjátok használni, de én egy teljesen más aspektusát szeretném nektek megmutatni. Következő képen fogom használni, itt egy D-dóros backing track mentál. Ugye egy alapján D-moll 7, D-moll 6, utána G7, G7-es akkordkör. És ezt igazából tudjátok játszani bluesra is, tehát tudjátok egy sima domináns 7-es akkordra is játszani, vagy ha egy moll 7-es akkord megy, akkor is nagyon szép ízeket tud hozzáadni. Na de hogy is csinálom? Következőképpen használom itt a szűkítettet, nem fél hanggal feljebb, mint szokásos az ilyen alterációknál, hanem az alaphangról indítom a szűkített arpeggió, tehát jelen esetben D-ről. Na nézzük meg, mit ad ez nekünk a D-re nézve. Van egy alaphang, kis terc, tritónusz, vagyis szűkített kvint, és itt a titok, a nagy szext. Azért lehet nagyon szépen használni, akár mixolídos, akár dóros alapra, mert benne van a nagy szext, így a szűkített négyes hangzatunk által, és ez megadja ezt a dóros ízt, jelen esetben, amit keresünk, viszont eléggé hasonlít egy kicsit a blueshoz is, a blues skálához, mert benne van a blues hangunk, ugye a tritónusz, a szűkített kvint. Tehát nagyon érdemes ezt használni, hogyha egy kicsit ilyen outside of the box akartok gondolkodni meg, játszani, hogy ne legyen unalmas végig csak a dó skálában mondjuk, hanem egy kicsit ilyen fúziósabb, jazzrockosabb hangzást kerestek. Nagyon tudom ajánlani Greg Hove-nak a játékát, nekem az egyik legnagyobb inspirációm, az egyik legjobb fúzió zenész szerintem, és nagyjából mindig használja ezt a szűkítettet, hogyha dóra játszik. Úgyhogy következő figurákat hoztam nektek. Először is megmutatom, hogy milyen arpeggiókat fogok használni. Az első az itt fent. A másik pedig innen a nagy szextől kezdve innen. Következő figurát szoktam csinálni, én húrátugrás használok, hibrid pengetéssel együtt, következőképpen néz ki. Tehát a H-húrt átugrom, és két kis tercet játszok. Másik formában ugyanez. Jó, pengetésügyileg úgy néz ki, hogy mikor vissza kell nyúlnom a fentebb levő húra, akkor nem ugye lefölpengetek, tehát nem alternate pickinget használok, hanem lepengetés, legátó, lepengetés, és középső ujjammal megpengetem az E húrt. Ugyanígy ennél. Ez az egyik figura, ami nagyon jól szól, ugye alacsúdik ilyen kis bluesos vonal, de azért egy kicsit már outside hangzás. Ezt nagyon jól el tudjátok tolni ezeket, mert a szűkített ugye kis tercenként el lehet tolni, és kis tercenként forog az akkord. Ezért például ezt a figurát el tudom tolni kis terccel odébb. Thank you.
ezzel kísérletezzetek, hogy következő pozíciókba átviszitek. A másik, amit nagyon szeretek használni, az az, hogy megkeresem a D-nek a nagy szextjét lent, és így jegyezzétek meg, hogy a nagy szextről, tehát vagy az alaphangról, vagy a kis tercről, vagy a titónuszról, vagy a nagy terc, vagy a nagy szextről tudtok szűkített futamokat indítani. A következő az arpeggio forma. A következőt csinálom. Ez egy nagyon jó kis szekvencia, itt pengetek, tehát nem használok hibrid pengetést. Ezt is nyugodtan utána indíthatjátok máshonnan is. Úgyhogy kísérletezzetek ezekkel, és vigyétek bele a játékotokba, hogy minél színesebb legyen. Hogyha szeretnétek ilyen dolgokról többet megtudni, akár az alapról kezditek a gitározást, akkor keressetek meg, bátran online vállalok magánórákat.